Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás november 5-ig. A hétfői napon a hold uralkodik. És megnézzük azt, hogy mit mutat a kártya, mi az energia ezen a napon a hold energiáján kívül. Te úgy érzed, hogy van valaki a környezetedben, aki maszkot visel, nem mutatja ki nyíltan a terveit, vagy az érzelmeit. Légy kicsit óvatos, figyelj oda, különösen, ami a kapcsolatokat illeti, ki, milyen szándékokkal közeledik hozzád. Az is lehet, hogy van egy lelki társad, és úgy gondolod, hogy az ő életében van valaki, aki maszkot visel, és becsapja őt, nem becsületes hozzá. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, és megnézzük azt, hogy mi történik kedden. Itt látható ez a kút. Itt a mélybe kellene tekinteni, és tudni azt, hogy minek mi az oka, valamit átvizsgálni. Ez a kút lehet egy belső forrás is, a te intuíciód, vagy a te inspirációd. A szertai napon Merkur bolygó uralkodik. És milyen energia várható szertán? Itt látható ez a férfi, és érezhető a képen ez a lelkesedés, a szenvedélyek, de ennek a kártyának szimbolikus jelentése is van a testi kapcsolaton kívül, utalhat az ő nyitottságára, hogy nyitottan beszél a terveiről, vagy kimutatja az érzelmeit. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Ez a hét utal egy átmeneti időszakra. A dolgok nem úgy alakulnak, ahogy a múltban volt, de még úgy érzed, hogy végül is nem érkeztél oda, ahova szeretnél. Vannak célok és elképzelések, de ezt te még nem érted el. Ez egy átmeneti időszak. Vagy nálad, vagy nálam. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Ezen a napon a nap és Jupiter bolygó szemben áll. A nap az jelentheti a kormányt, kihat a politikai eseményekre. És Jupiter bolygónál vagy igazságról van szó, vagy igazságtalanságokról, lehet, hogy lesz egy új törvény. Az is lehet, hogy Jupiter bolygó meg akar nagyobbítani valamit, és a nap megvilágít bizonyos életterületeket, ez kihathat a mi saját életünkre is. Mivel szemben állnak. Ez olyan, mint egy mérleg, itt mérlegelni kell a dolgokat, kell egy középút, nem szabad elsietni semmit, vagy eltúlozni valamit, hanem kell a diplomatikus hozzáállás, a belső egyensúly, különösen a döntésekről van szó. Mi történik pénteken? Ez egy labirintus. Vagy a politikai dolgok nem mennek tovább, és érezhető,
hogy benne vannak ebben a labirintusban, nem tudják hogyan tovább, nincs megoldás, nincs kiút, vagy kihat ez a kártya a saját életünkre, és mi is úgy érezzük magunkat, hogy nem megy tovább, vannak nehézségek, nem látjuk a jövőt, holott a nap megvilágít bizonyos témákat, hiszen a nap jelzi azt, itt kell most egy kiút, itt kell most egy megoldás, és ezt látnunk kell. És Jupiter bolygó hozhatja a szerencsét, vagy a lehetőségeket kínálja. Szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és ezen a napon megáll egy pillanatra, megfordul az irány, és előre fog haladni. Kihat a sors utunkra, hiszen lesznek sors döntő változások, találkozások, vagy döntések. Mivel ezen a napon, tehát szombaton megáll egy pillanatra, nálunk is kell a szünet, hogy legyen egy elképzelés, hogy meditáljunk valami felett. És ha Szaturnusz bolygó az irányt megfordítja, tehát más irányba halad, előre halad, akkor bízhatunk abban, hogy ez az elképzelés megvalósul, előre mennek a dolgok. Mi várható szombaton? Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, a szerződéseket, vagy azt is jelentheti, hogy valami, vagy valaki visszatér hozzád. Itt középen a nap szimbóluma látható, a nap uralkodik vasárnap felett. Itt kell a biztonság érzete, ahol le tudunk gyökerezni. A fa jelentheti a természetet, és lehet, hogy lesz egy kirándulás. Vagy amit ez a fa még jelent, az egészségügyi témák, vagy a gyógyító erő. Vagy lesz gyógyulás, vagy ezen a területen dolgozol, és lesznek változások. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!